Szeretettel köszöntök mindenkit az idén 2022-ben induló Biblia iskolában. Örülünk annak, hogy tavaly, illetve tavaly előtt volt egy presbiter képző próbálkozásunk Csíkszeredába, és hát az érdeklődés és a nyitottság az akkora volt, hogy felmerült egyszer az a kérdés, hát mi van, hogyha ezt akár folytatnánk, vagy valami más formátumban, de hogy valami hasonlóval foglalkozzunk. És hát gyakorlatilag így érkeztünk meg a mostani együttléthez. Megelőzte gondolkodás, imádkozás sokak részéről, és nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ez így összejöhetett, és valahogy így a csillagok egybe álltak, az igény, a lehetőség, és hát egyebek is valahogy ezt megszülték. Gondolkoztam azon, hogy még itt az első részben, a köszöntésben miről beszélhetnénk, vagy mi lenne fontos. Hát nyilván az, hogy látnunk kell, hogy jó nekünk tanulni. Tehát Jézus tanítványságra hívott el. Ha emlékeztek, akkor azt mondja, hogy menjetek szélese világra, és térítsetek meg embereket. Nem, hanem azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká. És hát ez azt is jelzi nyilván, hogy ha valaki már megtért ugyan, de hogy nehogy ott stagnáljon abba az állapotába, nehogy csak annyi legyen, hogy hát ismerem Istent, talán valamit hallottam róla, hallottam Krisztusról, hanem hogy valóban tanítvány legyen, és igazából ezt a tanítványságot szeretnénk jobban megerősíteni. És hát az itt elhangzó előadások lehet, hogy néha száraznak, hosszúnak fognak tűnni, lehet valószínű a ma esti, vagy a holnapiak, nem tudom, most nem szolgálok úgy, hogy könnyű nekem. Majd a jövő alkalommal akkor nem fogok ilyesmiről beszélni, tehát hogy akkor nagyon gyors és pörgős lesz. Tehát hogy az előadásoknak nyilván az lesz a célja, hogy tanuljunk, és hát az ismeret szerzés ez egy fontos dolog. Pál apostol az 1 Korintus 8-ban mondja, hogy az ismeret az felfúvalkodottá is tud tenni, de azt mondja ugyanott, hogy a szeretet az pedig épít, és az azt jelenti, hogy épületet készít igazából, úgyhogy mi szeretnénk, hogyha egy lelki házán felépülnének azok, akik részt vesznek ebben. Nem lesz egy könnyű dolog, mert időnként az ember úgy gondolja, hogy most már eleget tudok, le vagyok maradva a gyakorlattal, az elmélet rendben van, de hogy ezt hogyan élem meg a mindennapjainkban, egy nagy gondom van. És hát nyilván ezt szeretnénk, hogy ezen a téren is legyen előrelépés, hogy ebben is buzdításotokra legyünk. És hát egyfelől a hiteteket szeretnénk képezni, ugye emlékeztek Pál apostol mondja a zsidókra vonatkozóan, hogy az a baj, hogy buzgók ők nyilván, csak hogy a rossz ismeret szerint. Tehát, hogy buzgókodnak a maguk módján, megvan bennük a felgerjedés, hogy Istennek szolgáljanak, csak azt, hogy az a baj, hogy nem a helyes ismeret szerint. És mi szeretnénk, hogy ezt a helyes ismeretet, a biblikus ismeretet továbbadjuk, de hogy ez még nem elég, nem ide kell részetekről, a ti szívetekből az a vágy, hogy Istennel együtt legyetek, hogy szeressétek őt, hogy találkozzatok vele, hogy azok az ismeretek, amiket megszereztek, azok Isten irányába fordítsanak, a vele való kapcsolatotok megelevenedjen, és hát nyilván ebben nem állhatunk meg, hanem még van ennek egy következő lépcsőfoka, az, amikor elkezdtek ezt gyakorolni. Tehát amikor elkezdtek szolgálni ezzel. Úgyhogy valahogy ezt a hármas fogatot, biztos láttatok ilyen római, ókori filmeket, amiben ilyen több ló van egyszerre befogva, és hát látod, hogy fú, szaladnak, mennek, begyorsak, besebesek, tényleg csillog, villog minden, fú, nagyszerű, óriási por van utánam, ez nagyon megy. És hát ha csak egy ló megy, vagy egy szamár, vagy egy kecske van befogva, hát az akkora port nem ver. És hát nyilván a hit életünkben is, hogyha hol ez, hol azt, nem azt fogjuk be, amit be kellene, hanem egyebeket, akkor nyilván az életünk nem pörög és nem megy gyorsan. Úgyhogy a helyes ismeret szerint való buzgóságra kell nekünk törekedjünk. És a Máté evangéliumának a 28. fejezetéből az utolsó verseket olvasom, ahol a következő bátorítást találjuk. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt nekik,
Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, hát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentlieknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.